Országos ökumenikus vallásolimpiát tartott a Kolozsváron április 21-e és 24-e között. Kollégáinkkal résztvevő diákokat és az egyes felekezetek képviselőit kérdezték a megnyitó ünnepségen arról, hogy számukra mit jelentett a felkészülés, hogyan szolgálhatja ez a tantárgyverseny a felekezetek közeledését. Megmérettetés, ismerkedés, együttlét. Így foglalhatjuk össze a háromnapos ökumenikus vallásolimpia lényegét, amelyen római katolikus, református és unitárius diákok vettek részt, összesen 108-an 13 megyéből. Öröm számunkra, hogy megszervezhetjük. Majd minden hétvégén valamit szervezünk, de ez most egy különleges alkalom. És attól is szép, azt hiszem, hogy különböző vallásos meggyőződésű emberek közös asztal mellé el le tudtak ülni, és azt keresik, ami őket összeköti, nem az, ami őket elválaszza, és reménykedünk abban, hogy igazi élmény, öröm lesz a gyerekeknek itt lenni. A tanároknak is, meg az igazgatóknak is. Természetesen, hogy nekünk is nagy öröm, de akkor válik igazából örömmé, hogyha látjuk, hogy a gyerekek is szeretik, tartalmas az együttlét, úgyhogy nem csak a versenyről szól ez az egész, hanem rengeteg olyan program lesz még a következő napokban, ami emeli ennek a versenynek az értékét és ennek a találkozásnak a lényegét is, az értelmét. Tehát, hogyan történt a felkészítés erre a versenyre? Hát egy kicsit különlegesebb ez a verseny, mint a többi verseny, hiszen olyan tananyagból vizsgázunk, vagy versenyeznek, amit nem tanítunk konkrétan, tételesen az osztályban. Az egyedüli közös terület az természetesen a Szentírás, és ezért a Szentírásra fektettük a hangsúlyt. Külön szabályzatot írtak erre, hogy a Szentírásból válogattak ki történeteket. Minden korosztálynak más történet, 9-10-ben Ószövetség, 11-12-ben új szövetség, és éppen ezért különleges, mert a tanár órán kívül foglalkozik ezekkel a diákokkal. Tehát sokkal több energia van benne, és a diák részéről föltétlenül sokkal többet készül egy ilyen versenyre, mert hogy alapjai, csak részleges alapjai vannak az előző évekből, hogyha mellékesen említették ezeket a történeteket órán. Nagy eredmény volt számunkra, amikor sikerült megegyezni a tantárgyverseny anyagában, és ez egy közös anyag, ami a Biblia, és így van egy üzenetünk a diákjaink felé, a fiatalság felé, hogy nem csak az elválasztó külsőségek léteznek, ami a vallásfelekezeteket megkülönbözteti, hanem van közös alapunk, a Biblia, Isten igéje, az Isten üzenete, amiből igenis lehet közösen töltekezni, tanulni, lelki eredet meríteni. Nagy öröm számunkra az, hogy részt vehetünk ebben, reméljük, hogy lesz folytatása. Erre az évre felkészülve jöttek a diákjaink, és hiszük azt, hogy nem csak a versengés, hanem az együttlétnek az öröme, egy ünnep lesz az, amit megvalósul. Este un eveniment marcat pentru comunitatea orașului Cluj-Napoca. Oraș care este cunoscut pentru deschiderea multiculturală și ecumenică pe care o manifestă de fiecare dată. O asta mai e 700-nyiről. Érkeztünk. Hányan jöttetek 700? 700-nyiről összesen 3-an jöttünk, és Csernátomból is egy kislány. Te milyen felekezetű iskolába jár? Református. És miben állt a felkészítő? Felkészítőkön megkaptuk a tételeket, és teszteket oldottunk azzal, és kommentárokat, jubileumi kommentárt olvastunk, azokat tanulmányoztam, és sokat jártam templomba, és erre így is készültem, Isten tiszteletek alatt. Szeretnél lelkész lenni? Igen, lelkésznek készülök ide Kolozsvárra, protestáns teológiára. Örülök ennek, hogy unitárius, református is több tagozatból vagyunk. Én megtiszteltetésnek érzem ezt. Találkoztok. Mi az a közös, amit titeket összeköt? Hát az, hogy egy Istenünk van. Jelentkeztem erre a versenyre, mert gondolkozom a teológián, és szeretném megalapozni előre a tudásomat. És még azért is, mert szeretek a Bibliával foglalkozni, és szeretem tanulmányozni. És hát ezért. És akkor az, hogy most ez ökumenikus, tehát hogy több felekezettől vannak, erről mi a véleménye?
Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én például unitárius kollégiumban járok, de református vallású vagyok, és hát ez nem tartott vissza, és szerintem ez jó dolog, hogy nem csak egy felekezetnek van ilyen vallásversenye. A közös áhítatot Rácz Norbert unitárius lelkész, Kisende római katolikus segédlelkész és Gál Sándor lelkész református egyházkerületi főtanácsos tartották. A megnyitó ünnepségen egyházi és világi méltóságok köszöntötték a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy egy ilyen rangos rendezvény az egymás fele való nyitást is szolgálja. Solymosi Zsolt vallástanár, az Ökumenikus Vallásolimpia főszervezője a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ökumenikus Vallásolimpia mióta szervezik, mert és hogy került be a tantárgyversenyek sorába, hogyha nem tanórákon készülnek föl erre a diákok? Minisztériumi versenyként és ökumenikus címszó alatt 8 éve szervezik már. Ettől függetlenül minden történelmi egyháznak megvolt a maga belső vallástantárgyversenye. Úgy tudom, hogy ez folytatódik is párhuzamosan, de az, hogy minisztériumi égisz alatt és a gyerekek erről külön oklevelet kapnak, jutalmat kapnak, illetve a teljes finanszírozás szervezésileg a minisztérium jóvoltából történik, ez 8 éve zajlik így. Vándor olimpia minden esztendőben más-más megyében, városban van. És a belső versenyeken továbbjutott diákok kerülnek majd erre az olimpiára, vagy nincs nem, köze nem, a az teljesen, nincs köze a kettőnek, teljesen párhuzamosan zajlik, külön helyi szakasza, megyei szakasza, és majd országos szakasza az, amiről a múlt hétvégén ugye beszélhettünk. És akkor nem csak abban nyilvánul meg az ökumenikus szellemiség, hogy különböző felekezetek részéről érkeznek a diákok, hanem a tételekben, illetve a megmérettetés módjában is. Így van, itt az a szép, hogy amellett, hogy megismerjük egymást, betekintünk egymás liturgiai világába, vagy világnézetébe, hozzá kell tennem, hogy minden nap más-más felekezet áhítata nyitotta meg a napot, és ez is nagyon szép volt. Emellett a tételek azok közösek, ami azt jelenti, hogy az írásbeli előtti éjszakán a három felekezet képviselője, római katolikus, református és unitárius tanárok megírják a tételt. És akkor ez azt jelenti, hogy a szentírásból egy közös tétel, persze minden évfolyamon más-más szintű kérdések vannak. Különben az írásbelit, hogyha önmagában egy ilyen száraz versenyszerű dolognak tartjuk, vagy tartják, ugye hozzá kell tenni, hogy a harmadik tétel, ami egy esszé jellegű, fogalmazás jellegű tétel, ott azért nagyon szépen kibontakozhat az, ahogy a diák megéli, ahogy a diák a történetet megközelíti, és ott már a személyessé válik a történet. Tehát a kreativitás, meg a személyes hit és vallásos felfogás is hozzátevődik, ami nagyon pozitív ilyen esetben. Mennyire volt színvonalas ez az idei olimpia? 108 diák jött 13 megyéből, 7. osztálytól 12-ig, és én külön azt értékeltem a bizottságnál, az ügyvezető elnöke Nagy Gabriella volt a minisztérium tanácsosa, illetve az elnöke dr. Vik János, a Római Katolikus Teológia dékánja Kolozsváról. Én külön azt értékeltem, hogy a dolgozatokba is bele-bele olvastak, tehát nem az ő tisztjük volt kijavítani ezeket, de látom, hogy kézbe vették, és amikor a külön diaknál döntöttek, akkor bizony átolvasták, és Gabriella például a záró részén is az olimpiának idézett a dolgozatokból, ami egyértelművé tette, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, szépen dolgoztak, nagyon jó eszék, fogalmazások születtek, olyan is, amely nem egy egyházi lapban megállná a helyét publikáció szempontjából. És ez akkor tényleg külön feladat, és hangsúlyozom, hogy külön energiabefektetés mindenki részéről, hiszen nem tanórákon jutnak hozzá a gyerekek az ismeretanyaghoz. Így van, ez egy személyes motiváció, na most azt látni, hogy már 7. korban valaki a Szentírást elkezdi olvasni, és bizony nagyon komoly tételanyag van, tehát közel 30 tételt kell a liceumi diákoknak, én ott tanítok, azért beszélek erről, 30 tételt kell megtanulniuk, és ez a Bibliának egy elég vaskos része, mindemellett zajlik az iskolai oktatás, mindenkinek megvan a saját életritmusa, úgyhogy nagyon komoly feladat volt erre felkészülni, és aki erre az országos szakaszra átjutott, hát tényleg komolyan vette a munkát, és felkészült becsületesen. Mondjuk el, hogy a 7. osztályosok a legfiatalabbak így ezen van az olimpián.
Így van, és még amit észrevettem, vagy amit észleltem, hogy azok, akik talán hetedikesként bekerülnek, eljutnak egy ilyen országos versenyre, azok még több motivációval érkeznek vissza a jövőre. Tehát azoknak jó igazából, akik 4-5 esztendőn keresztül visszajárhatnak erre a versenyre. Úgy láttam, hogy szerették. 4 napos rendezvénysorról beszélünk, ugye kísérőprogramok is voltak, erről mesélni kicsit. Igen, nagyon vigyáztunk, hogy ne csak írásbeli legyen ez is találkozás, illetve az általam említett áhítatok. Kolozsvár ökumenikus szemmel egy olyan várossétát kínáltunk fel, ahol a három felekezetnek a három névjegy temploma, a Szent Mihály temploma, felújított Farkas utcai református templom és a belvárosi unitárius templom kapui kitárultak. Föl lehetett menni a toronyba, ugye tudjuk, hogy sok esetben csak magyar napokon nyílik meg a Szent Mihály tornya. A gyerekek láthatták most Kolozsvárt madártávlatból. A Farkas utcában, ugye a templomban a felújítások óta igencsak szép a látvány, de most azok a diákok, akik még nem láthatták, ugye szerte az országból jöttek versenyzők, kiváló élmény volt az unitárius templom a maga szépségében. Ez volt, ami templomi jellegű volt, de az estéket különleges kulturális kiegészítő programok zárták. Márk Attila daltulajdonosnak a koncertje nyitotta az olimpiát csütörtökön este. Ő egy szálgitárral és a hangjával Adi, Dzsida, Szemlér Ferenc verseket énekelt saját megzenésítésben. Másnap rendkívüli lehetőségként éltük meg azt, hogy a Saul fiát vetíthettük a rendező, illetve a romániai forgalmazó személyes engedélyével, és Molnár Levente a film egyik szereplőjének a jelenlétében. Utána egy beszélgetés volt, és hát ha a film 107 percet tartott, akkor az több mint egy órás beszélgetés a film után igencsak kibontotta a történetet. Nekem nagyon tetszett az, hogy a gyerekek például nem azt kérdezték a színésztől, hogy milyen volt Los Angelesben, meg hogy meddig forgattak, meg milyen kamerával, hanem azt, hogy valóban a saját fia volt-e, akit el akart temetni, mit jelentett a rabbi, stb. Tehát, hogy nagyon mélyen beleástak a filmnek a történetébe. És Bogdán Zsolt érdemes művész Adi estje zárta az olimpiát szombaton este, ami ugyancsak teltház volt, ha belegondolunk abba, hogy nagyon komoly és pozitív konkurenciát jelentett Kalóz Zoli bácsi szülinapja azon az estén, miniszterelnököstől, meg mindenestől, és ennek ellenére teltház volt az olimpián az Adi esten is, úgyhogy ez volt, ami kiegészítette a programot. Akkor nagyon sok élménnyel tértek haza a résztvevők. Bizonyára, hogy ezek az együtt töltött idő, vagy ezek a programok, amelyeket a versenyen kívül szerveztek nekik, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjék egymást hitét is, gondolom. Ez főleg erről szól, azt hiszem, és ezeken a reggeli áhítatokon volt nagyon jó érzés látni, hogy vannak vidékek, ahol azért hál' Istennek a három felekezet együtt él, és ismeri egymás szokásait, egymás liturgiáját, de azok, akik talán olyan közlegekből érkeztek, ahol csak katolikus, vagy csak református, vagy csak unitárius liturgia szerint zajlik minden, ott jó volt látni azt, hogy mennyivel másabb a testvér felekezeteké, és mennyire szép. Úgyhogy ebből töltekeztünk mindannyian, és egyrészt hitébresztő, hitmélyítő, illetve úgy gondolom, hogy a toleranciát és a nyitottságot a szószoros értelmében megélik itt. Tehát nem beszélnek róla, hanem megélik a gyerekek. Köszönjük szépen a beszámolót, és további sikeres munkát kívánunk önöknek.